Jelentős fölénnyel nyerte meg a francia választások első fordulóját Emmanuel Macron pártja, viszont kevesen voksoltak. Kedden szavaz a parlament a civil törvényről, bár módosították a tervezetet, a civilek szerint a változás nem elégséges. 250 000 kértek két turistától, két levesért, egy üveg borért és két sörért egy sörözőben, a tulajdonosokat előállították. És lámpás körforgalmat adtak át Budapesten, az autósok szerint a lámpa éppen a körforgalom lényegét veszi el. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 6 órakor, én Nemes Anna vagyok, köszöntöm Önöket! A francia elnök pártja nyerte meg a választások első fordulóját Franciaországban. Elemzők szerint a hétvégi második fordulóban abszolút többséget is szerezhet a párt a nemzetgyűlésben. Marine Le Pen pártja viszont csak a harmadik helyen végzett, igaz, képviselői számát így is tudta növelni. Ováció fogadta az eredményeket a centrista párt eredményvárója. Az újongás annak szólt, hogy a néhány hete elnökké választott Macron pártja az első fordulóban a szavazatok csak nem harmadát szerezte meg, jelentősen megelőzve a többi pártot. Elemzők szerint mindez azt jelenti, hogy az egy hét múlva esedékes második fordulóban a párt megszerezheti az abszolút többséget is a nemzetgyűlésben. A miniszterelnök szerint, bár alacsony volt a részvétel, a franciák milliói erősítették meg, hogy ragaszkodnak az elnökhöz. Mes chers concitoyens, la France est de retour. Kedves barátaim, Franciaország visszatért. Az elmúlt hónapban a köztársasági elnök tudta, hogy hogyan lehet megtestesíteni a bizalmat és az akaratot Franciaországban és a nemzetközi szintéren is. Ami a kormányt illeti, eltökélt szándék, hogy Franciaországot szolgálja és válaszoljon a francia nép elvárásaira, mondta a miniszterelnök. Nem sikerült viszont megismételni az elnökválasztási sikert Marine Le Pen pártjának. Míg a Nemzeti Front elnöke az elnökválasztáson 35%-os támogatást szerzett, addig pártja most csak a harmadik helyen végzett 14%-kal. Ez az eredmény ugyanakkor a korábbihoz képest így is több mandátumot jelent a törvényhozásban. Le scrutin est marqué par un taux de participation extrêmement bas. Rendkívül alacsony volt a részvétel ezen a választáson, ami aggasztó. Emmanuel Macron megválasztása után nem voltak lelkesek az emberek. Az, hogy ilyen sokan maradtak távol, felveti a választási rendszer kérdését is, mondta Marine Le Pen. A választásra jogosultak kevesebb, mint fele szavazott az első fordulóban. Az alacsony részvétel miatt kevesebb helyen juthat be 3 jelölt a második fordulóba. A mostani választás rácáfolhat azokra az elemzői véleményekre, amelyek kétségesnek tartották, hogy Emmanuel Macron többséget tud-e szerezni politikájához a nemzetgyűlésben. Mostani prognózisok szerint az 577 fős törvényhozásban akár 400-440 helyet is megszerezhet, ami nagyjából 3/4 a képviselői helyeknek. Megalakult az új kisebbségi brit kormány. Theresa May miniszterelnök azt mondta, a kabinet célja az, hogy sikeres tárgyalásokat folytassanak az Európai Unióval. A tárgyalások várhatóan a jövő héten kezdődnek. A kormány legfontosabb pozícióiban nem történt változás. A miniszterelnök közben egy tévéinterjúban megerősítette, hogy nem mond le a választási eredmények miatt, és kitölti 5 éves mandátumát. Nagy-Britanniában múlt csütörtökön tartottak előrehozott választást, ahol a konzervatívok elveszítették addigi többségüket az alsóházban. Pedig a választás célja a kormányfő szerint éppen az lett volna, hogy egy erős felhatalmazást kapjanak a kilépési tárgyalásokhoz. Lázár János jelöltje nyerte meg a Csanád-palotai időközi választást. Nyergesné Kovács Erzsébet ugyan függetlenként indult a polgármesteri posztért, de Lázár János külön kampányolt mellette a Csongrád megyei kisváros főterén. A 2800 lakosú határmenti településen a korábbi polgármester halála miatt kellett időközi választást tartani. Nyergesné Kovács Erzsébetet mintegy 600-an támogatták. A második legtöbb szavazatot, valamivel több mint 500 voksot a szintén függetlenként induló, önkormányzati képviselőként is dolgozó Debreceni István kapta. A Csanád-palotai siker előtt viszont kínos helyzetbe került Lázár János. Egy kampányrendezvényen ugyanis 6 évvel ezelőtti nyilatkozatát kérték tőle számon. A miniszter akkor azt mondta, akinek nincs semmije, az annyit is ér. Lázár János tagadta, hogy ezt mondta volna, és keményen visszaszólt annak a polgármesterjelöltnek, aki korábban megrongálta a plakátjait. A voksoláskor már béke volt Csanád-palotán, semmi sem utalt arra a viharos kampányrendezvényre, amelyen a héten Lázár János is megjelent. Hogy mindenki tudja,
tudja, hogy miről van szó. Itt a miniszter által csak Erzsikének hívott jelölt is felszólalt. Lázár János ekkor még azt gondolta, hogy minden rendben lesz. Kacsintott is egyet a kamera felé. Tegye fel a kezét, aki tudja, hogy kire fog szavazni. Hogy tudnám, már ez el van tőle régen. Ha mindenki tudja, akkor Erzsikének semmi dolgára, és meghívjon bennünket egy fagyira vagy egy sörre. A fórumon váratlanul Lázár János kérdést is kapott. Az egyik résztvevő egy 6 évvel ezelőtti mondatára emlékeztette. Idézve ön, mit tetszett mondani, hogy ha valaki a 220 ezer forintot havonta nem keresi meg, az lúzer. Azt az állítást, hogy én bárkiről a vagyoni helyzete, keresete miatt csúnyán beszéltem volna, vagy lenéztem volna, ezt a leghatározottabban vissza kell utasítanom. Lázár János elhíresült mondata szó szerint másképp hangzott el. Akinek nincs semmije, az annyit is ér. Azt gondolom, aki nem vitte semmire az életbe, az annyit is ér, ezt tudom mondani. Aznak annyi az élete, ez az én véleményem egyébként. A Csanádpalotai Fórum végül szokatlan szóváltásba fulladt. Én 50 ezer forintból élünk. 50! De most ne asszonyozzon nekem, miniszter úr, ne! Ne asszonyozzon! Mindegy, hogy mit mond, de nekünk hiába próbál most. Nyergesni, majd mint eldöntjük, hogy Debrecen is lesz, akkor az lesz. Aztán előkerült a múlt. Lázár János azt mondta, hogy a függetlenként induló Debrecen István 2014-ben leszaggatta a plakátjait, amiért ő be is perelte a jelöltet. Ezért a bíróság el is ítélte Debrecenit. Egyébként a bíróságon először összeszarta magát, mert azt vallotta, hogy pillanatnyi elmezavarnak a hatására vertesét. A faluban felháborodtak Lázár János szóhasználatán. A Fidesz frakció vezetője szerint nincs ezzel semmi baj. Ez nem egy bántó hang, nem legfeljebb túlságosan markáns szófordulat, de a magyar nyelven ezek jellemzőek, nem látok ezek különösebben problémát. Lázár János ugye kijött a fényre. Neki... Ceglédi Zoltán szerint a Fidesz vezető politikusai egyre izoláltabban élnek, és ez visszaüt, amikor találkoznak a nép hangjával. Az a stratégia, miszerint csak a már meglévő és aktív Fidesz szavazókat próbálja meg a Fidesz elérni és együtt tartani, az egyúttal azzal is jár, hogy akik ebből a körből kimaradnak, azok egyre elégedetlenebbek és egyre hangosabbak lesznek. Ceglédi szerint a Fidesz alapvetően konfliktusokra és ellenségképre építi a politikáját. Ha pedig szembe találkoznak a valósággal, akkor kizárólag támadni tudnak. Kedden szavaz a parlament a civil törvény módosításáról. A kormány szerint a jogszabály megalkotásakor figyelembe vették a Velencei Bizottság jogi aggályait. A Helsinki Bizottság szerint viszont a lényegi kérdéseken nem változtattak, és a törvény továbbra is megbélyegző. Volt, hogy némán tiltakoztak a parlamentben, máskor a hősök terén hallatták a hangjukat, legutóbb pedig pikniket szerveztek a parlament elé a civil szervezetek a szerintük megbélyegző civil törvény módosítása ellen. Az igazság, hogy miniszter javaslatot tett. Csütörtökön Lázár János azt mondta, a kormány figyelembe veszi a Velencei Bizottság jogi észrevételeit és módosít a törvénytervezeten. A külföldről támogatott szervezeti minőség időtartamára vonatkozó észrevétellel kapcsolatban a mentesülés szempontjából 3 adóév helyett 1 adóév rögzítésére kerül sor. A külföldi adományozók feltüntetésére vonatkozó kötelezettség vonatkozásában 500 ezer forint értékhatár kerül feltüntetésre. Ezek csak apróbb módosítások, a legfontosabb pontokban nem fogadták meg a Velencei Bizottság tanácsait Kádár András szerint. Akármikor, akármit mondunk, lábjegyzetként oda kell rakni, hogy ezt mi külföldi támogatásból tesszük. Ami nyilván arra szolgál, hogy ne arról kelljen beszélni, amit mondunk, ne az érdemi kritikával kelljen foglalkozni, el lehessen kezdeni azon morfondírozni, hogy vajon miért is mondják. A Helsinki Bizottság társelnöke elmondta, a szervezetek képviselőivel azóta sem egyeztetett a kormány, pedig ez is benne volt a Velencei Bizottság javaslatában. Kósa Lajos szerint ez nem igaz. A civil szervezetek több körben történt egyeztetés, az más kérdés, hogy a Soros Györgyféle ügynök szervezetek azok ezt nem fogadják el, tehát ezzel nem tudom mit csinálni. Az LMP a változtatások ellenére is botrányosnak tartja a törvénymódosítást. Egészen elképesztő, hogy egy külföldről finanszírozott kormány, egy orosz érdekeket szolgáló kormány, itt a Paks 2 beruházásra gondolok többek között, civileket próbál vegzálni. Bárándi Gergely részt vett a Törvényalkotási Bizottság civil törvényről szóló vitáján. Azt mondja, kérdéseikre nem kaptak érdemi választ. Miért
vannak bizonyos típusú civil szervezetek a törvény hatája alól kivonva. Így például miért nem kötelesek egyházi civil szervezetek, vagy éppen a sporttal foglalkozó civil szervezetek feltüntetni azt, hogy őket külföldről finanszírozzák. Nem csak a magyar, hanem az európai alkotmányosságnak a minimum követelményeit is sérti a törvény. Az egykori ombudsman szerint számos jogorvoslati fórumhoz, az Alkotmánybírósághoz és a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz is nagy eséllyel fordulhatnak a civilek. Megverték Dráva Piski polgármesterét. A baranyai település első emberének eltört a keze, megsérült a feje és a térde is, mentőhelikopterrel vitték kórházba. A polgármester szerint azért támadtak rá, mert felemlegette a szomszédos falu Alsó Szent Márton polgármesterének zűrös ügyeit. A rendőrség csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz, a verekedésről felvétel is készült. Már csak ez a rendőrautó emlékeztet arra, hogy valami történt Alsó-Szentmártonban. A délbaranyai településen ugyanis, ahogy az az amatőr felvételeken is látszik, egy közel 300 fős csoport tüntetett Mali Zoltán ellen, aki kocsmát, kisboltot és trafikot is üzemeltet a községben. A helyiek szerint Dráva Piski polgármestere önkényuralmat gyakorol, nem akarja beengedni a mozgóárusokat a településre, miközben több embert kitiltott az üzleteiből. Ebből lett elegük, mégpedig annyira, hogy a vállalkozót a verés után mentőhelikopter vitte el. Megtámadott az Alsó-Szentmártoni polgármester, meg a családja, illetve hát ez a némi átfedésben van a képviselőtestülettel. Tehát a közvetlen családja, akik ott zuppoltoznak Alsó-Szentmártonban ezzel a családdal, egyetem egy 80 szanaszét verték a fejel. Mali Zoltán azt is elmondta, a verekedés azért alakult ki, mivel ő nyilvánosságra hozta az Alsó-Szentmártoni polgármester zűrös ügyeit. Ahol nálam betelt a pohár, hogy a polgármester önbetörést követett el, hát most már látszik, hogy szisztematikusan nyúlja a falu pénzét az ember, nyomorban tartja az Alsó-Szentmártoniakat, és én ezért felemeltem a hangomat. Hát ez volt az eredménye. Nagyon megvertek. Alsó Szentmárton polgármestere nyilatkozni nem akart, annyit azonban elmondott, nem ismeri el a bántalmazást, és a rendőrségen sem tett tanúvallomást. A helyiek szerint Budai László polgármester menye egy falugyűlésről szóló papírt függesztett ki, ez bosszantotta fel Malit. Fogta Mali úr, letépte a papírt, és majdnem megverte a mennyit. És akkor sokan megjelentünk ott, hát nem akartuk megverni, megjelentünk, és akkor hogy szaladott, beütött a fejét. A faluban azt mondják, többször volt már nézeteltérés köztük és Mali Zoltán között. Ezelőtt a testvéremet verték meg, verte meg ő, benne a kocsmába, bezárta a testvéremet a kocsmába, és azért, mert állítólag a testvérem törte ki neki az ablakot. Mali Zoltán délután saját felelősségére elhagyhatta a kórházat. A Szabad Pécs portálnak úgy nyilatkozott, hogy nem sok mindenre emlékszik, mivel egy hamutartóval leütötték. Azt is elmondta, hogy vannak felvételei, amivel bizonyítani fogja, hogy megverték. 250 000 forint két gulyáslevesért, egy üveg borért és két üveg sörért. Az egyik Váci utcai sörözőben számláztak ekkora összeget egy külföldi turistának. Az átverések rendszeresek voltak. Az elmúlt másfél évben 19 külföldi tett bejelentést a hely ellen. Előfordult olyan is, hogy egy turistánál nem volt elegendő pénz, ezért elvették az útlevelét és a bankkártyáját. Aztán egy automatához kísérték. A rendőrök a hétvégén csaptak le a belvárosi sörözőre. 13 embert állítottak elő csalás miatt. Lámpás körforgalmat adtak át Budapest határában. Az ott közlekedő autósok nem értik, hogy miért kell egy körforgalomban a körforgalom lényegét megszüntetni. A tervező és kivitelező Magyar Közút ZRT szerint a forgalom indokolta ezt a megoldást. Dudálás, mutogatás, tanástalanság. Péntek óta használhatják az autósok az M0-as autóút és a 11-es főút csomópontjában az új, úgynevezett turbó körforgalmat Budakalásznál. Nem lehet menni itt sehova. Hát lehet menni, mert állnak az autók, hát körbe-körbe. Ahogy nézem, 5 másodpercig van zöld, úgyhogy szuper. Kár volt a lámpa. Körforgalma minek lámpa? Őszintén. Évekkel ezelőtt már működött itt kétsávos körforgalom, a balesetek miatt azonban egy évet lezártak. Sokan figyelmen kívül hagyták ugyanis, hogy a kétsávos körforgalomból kihajtani csak a jobb szélső sávból szabad. Az útszűkület dugókat okozott, elsősorban a Szentendre felől a fővárosba tartó forgalmat akasztotta meg.
muszáj volt valami fajta megoldást találniuk, mert ugye eddig meg a másik irányból álltak ott az autók 15-20 perceket. Hát most meg erről állunk, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire volt jó megoldás. Most a közlekedőknek már jó előre ki kell választaniuk a tervezett útirányuknak megfelelő sávot. A körpályán belül ugyanis már nem lehet irányt váltani. Barátságtalan buckákkal, úgynevezett gömb-süveg sorral választották el a sávokat. A körforgalomba szabad jelzés után lehet belépni. A kivitelező Magyar Közút ZRT tájékoztatása szerint a jelzőlámpák nem fix program alapján, hanem forgalomfüggő üzemmódban működnek. 5 program közül választ az automatika. Ezt a lámpát másfél órán át teszteltük, a zöld csak 5 másodpercig engedte az autókat. A tervező cég szerint a különleges megoldásokat a növekvő forgalom indokolta. Ez itt speciálisan szükséges volt, hisz olyan mértékben nő a forgalom itt a budapesti agglomerációban, hogy ezt nem lehet lekezelni már normál forgalomtechnikai eszközökkel. Azért kellett ilyen eszközhöz nyúlni. Vagyis a körforgalom már csak küllemében az. Valójában újból jelzőlámpás kereszteződés lett a budakalászi csomópontból. Csaknem 500 többségében hátrányos helyzetű gyerek táncolt egyszerre a Hősök terén, a Budapesti Fesztiválzenekar szimfonikus dallamaira. A szervezők ezzel a koncerttel azt szeretnék megmutatni, hogy mindenki egyenlő és mindenki megérdemel egy esélyt. A koncertet több ezer ember nézte és hallgatta a főváros szívében. Pakolják a papírszékeket a Hősök terén. A közönség ezekről élvezte a Budapesti Fesztivál Zenekar tértánc koncertjét. Csaknem 500 hátrányos helyzetű gyermek táncolt egyszerre a modernkori Rómeó és Júlia, azaz a West Side Story zenéjére. A fesztivál zenekar már harmadik alkalommal hívott 25 településről hátrányos helyzetű gyerekeket. Fischer Iván szerint nem csak a muzsikáról és a közös táncról, hanem az egymás iránt érzett felelősségről szólt a koncert. Egyre több iskola akar bekapcsolódni. Most is, ahogy aláírogattam a székeket, jön valaki, azt mondja, éneket tanítok valami vidéki iskolába, jöhetünk mi is. Tehát nő az egész, nagyon, nagyon örülnek a gyerekek, élvezik. Van olyan közöttük, aki már több alkalommal itt volt, és vannak persze újak is. Az egyórás koncertből csaknem fél órát táncoltak a gyerekek, akik már január óta készültek erre a napra. Sokan közülük eddig még a falujukat sem hagyták el. A téglási gyerekeknek nem csak hatalmas kihívás, de nagy kaland is volt ez a nap. Elsőnek láthattam a Hősök terét, és láttam a Dunát, a Lánchidat, az Erzsébet hidat, a Szabadsághidat, és ez nekem nagyon nagy öröm volt számomra. A közönség szerint ez a kezdeményezés egyedülálló a világon. Imádom ezt a kezdeményezést, amit minden évben, illetve az utóbbi években csinál a hátrányos helyzetű gyerekekkel. Fantasztikus eredmény. A szervezők egy tértánctáborral is készülnek majd a nyáron a hátrányos helyzetű gyerekeknek, ahol a tánc mellett kirándulni is elviszik majd őket. A Judafesten idén Európát látták vendégül. A 10 éves jubileum alkalmából európai országok szerint tematizálták a sátrakat. A Zsidó utca fesztivál pénteken kezdődött. A Kazinci utcát teljes hosszában ellepték az érdeklődők. A szervezők büszkék, hogy együtt ünnepelhetik az európai zsidó kultúra virágzását, és remélik, hogy nem csak a múltunk volt közös, de a jövőnk is az lesz. Hogy tetszik, hogy tetszik! Jaj, az ATV-seknek is adjunk palacsintákat! Csak úgy hömpölygött a tömeg a Kazinci utcában. Már harmadik napja tart a Judafest, az idei tematika szerint a sátrakat európai országok szerint állították fel. Most már ott tartunk, hogy több mint 27 zsidó szervezet is csatlakozott ehhez az eseményhez, úgyhogy teljes, az utca teljes szakaszát beterítjük most már. Különböző országok különféle interaktív programokkal, játékokkal készültek. Megtanultuk a judót, a zaint, a memet és a nunsofitot, és ebből leírjuk azt, hogy jázmin. A sejemfestést kipróbálni pedig sosem késő. Kontúrt kell csinálni, az választja el a különböző színeket majd. Én 70 éves voltam először, amikor először csináltam, ez egy jó játék. A cseh sátor előtt jégből faragták ki a legendás agyagembert, a gólemet. Egy másik sátorban pedig a rabbitól lehetett kérdezni a zsidó hagyományokról. Egy progresszív rabbi bátorítja a hozzáfordulókat arra, hogy
ne szégyenkezzen, nyugodtan dolgozzon egész nap, sokkal fontosabb az, hogy amikor már letette a munkát, akkor meg tudja tartani spirituálisan, szépen, tartalmasan az ünnepeket, a sábátot. A fesztiválon bárki megkóstolhatta a klasszikus zsidó ételeket, például a sóletet. Bab, gersli, hát nem tudom, én még nem készítettem magam, tehát én mindig csak eszem. De nagyon finom. Idén rendeztek jótékonysági sütögetést is. Az ATV csapatából Holló Márta palacsintával kínálta a látogatókat. Erről szól ez a nap, hogy hogyan tudunk egymásnak örömet okozni, hogyan tudunk mosolycsalni egymás arcára, és nagyon jó érzés, hogy ebben részt vehetek én is. A Judafest mára már az Európai Fesztivál Szövetség kiemelt eseménye lett. Ez volt a Híradó 6 órakor, most pedig kezdődik a Start Bombera Krisztával és Kárász Róberttel, hogy milyen témákkal készülnek mára, azt pedig mindjárt mondja Robi. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, szia! Na, csak részben mondom el, elmondom most így körülbelül az első óránknak a szétlapját. Szabó Szabolcs, az Együtt országgyűlési képviselője érkezik hozzánk. Szűkíteni kellene a gimnáziumi képzést, szerintük természetesen nem, illetve az Együtt teljes egészében úgy, ahogy van, azt javasolja, hogy a civil törvényt vonják vissza Magyarországon. Természetesen Szabó Szabolcsra egyébként a mai országos napilapokból is szemlézni fogunk. Aztán Pál Mónika külügyi szakértővel megpróbálunk választ keresni a brit parlamenti előrehozott választások jelenlegi eredményével kapcsolatban. Ugye Theresa May nagyon sok sajtóorgánum szerint hatalmas öngolt rúgott az előrehozott választásokkal, hiszen senki sem számított arra, közvéleménykutatások is ezt mutatták, vagy ezt támasztották alá első körben, hogy hát nem ez az eredmény fog születni, mint ami született, de hogyan tovább. Aztán Molnár Zsolt, a Nemzetbiztonsági Bizottság MSZP-s tagja is ellátogat hozzánk. Tovább romolhat-e Európában, világban és esetleg Magyarországon a biztonsági helyzet? Ugye az iszlám állam folyamatosan, az iszlám államot folyamatosan ugye szűkítik, és úgy tűnik, hogy a hatalmát sikerül talán majd teljes egészében megfékezni. Emiliához, Krisztinához érkezik Bokros Tajos közgazdász, a MOMA részéről, ugye már teljes egészében hozzászoktam azt, hogy Emilia szokott általában velem lenni, de egyébként, ahogy te is mondtad, Bombera Krisztin lesz ugye a műsorvezető társam, és akkor még egy téma, azt mondja, elfogadta a kormány a Velencei Bizottság kifogásait a civil törvények kapcsolatban. Ligeti Miklós, a Transparency International egyik vezetője lesz majd a vendégünk dióéjban, tehát ennyit, a többit pedig elmondjuk később. Köszönöm szépen, most tehát ezekkel a témákkal kezdődik a Start, érdemes velünk maradni. Én friss hírekkel legközelebb 7-kor várom Önöket, addig is legyen szép a reggelük, viszontlátásra!